Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Keddi női tanulás Kövess Dvóra helyett Megyeri Jonatánnal. És ez csak a zárcsoport, úgyhogy... Párdiót, igazából ki fog menni az én Facebookomra, szóval... Jó. De maradhatsz a képben, engem nem... Nem azért, csak hát a saját személyiségi jogaid. Nem, a rendezetlenség. Esetleg, szóval keddi női tanulás az Óbudai Zsinagógából. Köszönöm szépen. Hölgykoszorúval. És folytatjuk a halacha vallásjogi kalandozásunkat érdekes témákban, a Kitzur Shulchan Aruchból, az a Shulchan Aruch rövidített kiadásából, annak is a Alter Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe által készített Shulchan Aruchal kiegészített jegyzetek, de ez már csak a fekete övesek számára izgalmas. Az előbb azt mondta, arról beszéltünk, nem tartozott a témához, csak egy érdekesség, hogy ugye a Teremtés könyvében azt olvassuk sok több helyen, hogy látta Isten, hogy amit teremtett, az jó. Ugye kedden a harmadik napon, a teremtés harmadik napja, az nálunk zsidóknál kedd, ugye mert vasárnapot az első nap, és akkor hétfő a második, sabát a hetedik nap. Szóval a harmadik napon ugye ott kétszer is van írva, hogy látta Isten, hogy ez jó, amit teremtett. Úgyhogy, úgyhogy kedd az egy szerencsés nap, szokták ma is divatos azt mondani, amikor ó, jomslisi, ó, kedd van. Pámáim kitov. Kétszer van írva, hogy kitov. Vagy látta Isten, hogy ez jó. Kétszer van írva. A kedd az egy szerencsés nap. Jó mázlia a keddnek. Van még egy másik nap, ahol így van írva. Ez pénteken van, amikor Isten az ember teremti, akkor is az van írva. És egy olyan hely van csak a Tórában, amikor az van írva, közben kis bor lechaim lechaim. Egy olyan hely van csak a Tórában, amiben az, ahol az van írva, hogy nem jó, amit Isten úgy látta, hogy valamit nem tökéletesen csinált, és ez pedig az embernek, ugye az első ember, amit Isten megteremtett, ez egy ilyen hibrid lény volt, erről már korábban beszéltünk, hogy egy kétnemű lény volt. Manapság azt mondanánk rá, hogy gender semleges, vagy gender fluid kétnemű lény volt. És látta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül, az van írva. Lotov liot ládám levadó, nem jó az embernek egyedül, és ezért Isten kiválasztotta a nőt, kivette a férfiból, az X kromoszómát, az XY kromoszómából, aztán meghagyta az X kromoszómát a férfiban, ugye, de a nőnél csak X kromoszóma van, és megteremtette az asszonyt ebből a hibrid lényből, amiről egyébként a Midrás érdekes dolgokat mesél, hogy hogy nézhetett ki ez a hibrid lény. Különböző vélemények vannak a kinézettel kapcsolatban, hogy ez a két nemű lény, jó estét, hogy nézhetett ki ez a két nemű lény, például ugye az egyik vélemény szerint ugye mindkét ivarszerve volt neki, van olyan vélemény, amely szerint az eleje nő volt, pardon, férfi volt, a háta pedig nő, ahogy ezt elképzeljük, egy ilyen kentaur-szerű. Mindegy. Igazából lényegtelen a történetünk szempontjából, teljesen mindegy. Lotov liot ládám levadó, ha? Mint a sziámikrek. Igen. Valahogy úgy. Nem két külön test, hanem egy test. És nem jó az embernek egyedül. Most miért olyan izgalmas ez a dolog? Mert azelőbb arról beszélgettünk, hogy időskorban, ha valaki mondjuk megözvegyül, vagy ilyesmi, újra házasodni, az nem jó egyedül lenni. És ez egyébként, élek a gyanúperrel, hogy ez az embernek az egyik legistenibb tulajdonsága egyébként. Isten sem teremtette másért a világot, mint azért, mert nem jó neki, nem jó egyedül. Nem volt jó neki egyedül. Önön magának? Úgy, abban a szempontból önmagának, hogy ugye erről beszéltünk a tánya tanuláskor, most nem akarok belemenni majd a következő szegmensben, de hát erről sokat beszéltünk az elmúlt napokban, hogy amit a Talmud mond, én melech beloám, nincs király nép nélkül. Isten nem tud király lenni, hogyha nincs népe. Ha nincs alattvaló, nem vagy király. Akkor csak egy potenciál van benned királynak lenni, de ez nem egy megvalósult királyság, hanem egy potenciál. Istenben benne volt a potenciál, hogy király legyen, de kellett hozzá egy nép, amely királyát teszi. Hát mit a színházban? Ha nincs közönség, nincs színház. Ha nincs közönség, akkor ha nincs közönség, nincs színház. Igen, hát végülis valamilyen szinten is. Tehát te ugrálhatsz a színpadon, de hogyha senki nem látja, a fiókodnak íróköltő vagy, ugye akkor
akkor ez egy benned rejlő, akkor nem tudom, hogy ez lehet, hogy nem bosszú, jó analógia, de a lényeg, hogy egy benned rejlő potenciált, ha nem valósítasz meg, akkor az addig csak egy potenciál marad. Addig nem jelentheted ki magadról, hogy költő vagy, hanem amíg nem írtál egy sort se. Azt mondod, én költő vagyok. És írtál már valamit? Legalább gondoltál már egy költeményre? Felejtsd, hogy leírtad. Legalább kitaláltál valamit? Nem, még ott nem tartunk, de én egy költő vagyok. Oké? Okay? Akkor még... Ajajaj. Most az, hogy a fióknak írnak, vagy megmutatják valakinek, az mindegy. Az történetünk szempontjából mindegy, hogy megmutat. Ezért mondtam, hogy a színészet nem, a színpad nem biztos jó példa. Mert az, hogy nem mutatja meg senkinek, az egy másik történet. De egészen addig, amíg én azt mondom, én asztronauta vagyok. Voltam már a világűrben? Nem. Játszottam már el a gondolattal, hogy a világűrben legyek? Nem igazán. Voltam már legalább egy szimulátorban, ami olyan, mint a világ. Láttam már egyáltalán bármit? Nem. Akkor én vagyok egy asztronauta, maximum van egy bennem rejlő potenciál, hogy az legyek, amely potenciált realizálhatok, megvalósíthatok, abban az esetben, hogyha lépéseket teszek annak irányában, hogy asztronauta legyek. Most Isten is tulajdonképpen a világ teremtésének tulajdonképpen ez a célja. Istennek nem valami hiányzott, mert Isten tökéletes, nem hiányzik semmi. Istennek nem hiányzik semmi. Isten tökéletes. Mi hiányzott Istennek? Semmi. Akkor miért teremtette a világot? Mert valaki hiányzott neki. Nem valami, hanem valaki. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet a zsidó álláspontban, a haszid álláspontban, hogy Istennek valaki hiányzott, nem valami. Azt mondja, látta Isten, hogy az ember, amit teremtett, Isten látta, hogy valami, amit csinált, az nem jó. Miért nem jó? Mert nem elég isteni. Mi nem elég isteni benne? De hát hiszen az ember tökéletes, nézd, egyben van egy nő meg egy férfi. Kiegészül a jó és a rossz, a sötét és a világos, a yin és a yang, a feminin erő és a maszkulin erő, amiről sokat beszéltünk, de hisz tökéletes az ember. Nézd meg, milyen tökéletes. Na igen, tökéletes. Semmi nem hiányzik neki, csak valaki hiányzik neki. És ez teszi az embert valójában igazán istenivé. Mert Isten is így van ezzel a dologgal. Nem tud király lenni addig, amíg nincs teremtmény, ami fölött uralkodhat. Ugye a tányában azt beszélt, nem csak ami fölött uralkodhat, hogy a tánya mesél egy midrásthoz, ami azt mondja, amikor egy király elmegy egy városba, egy király, valami királyi vér folyik, csörgedék az ereiben, és akkor megérkezik a városba, és megkérdezik tőle, hogy te mi vagy, én király vagyok, akkor adj nekünk törvényt. Mire mondja neki a király, hogy először tegyetek meg királyotokkal, aztán adok törvényt. Ha nem fogadtok el királyotoknak, akkor én nem tudok király lenni anélkül, hogy ti nem fogadtok el. Magyarán, és ez mindannyiunkra vett, és akkor be is fejezem ezt a gondolatot, amíg mi nem fogadjuk el Istent, Isten uralmát az életünk felett, addig Isten nem király, csak egy potenciális király. És ez ugye Rosh Hashanah üzenete, amikor megkoronázzuk Istent, ez a liturgiában a kedusá, amikor ugye naponta kétszer az imádkozásban, háromszor a reggel imában, meg egyszer a délután imában mondjuk, hogy szent, az örökkévaló, a seregek ura, ugye, Isten megkoronázzuk kvázi. Szüksége van Istennek a koronára? Nem, neki nem a koronára van szüksége. Neki arra van szüksége, hogy mi deklaráljuk azt, hogy ő a mi életünk fölött uralkodik. Ő a mi életünk fölött uralkodik. Hogy a figyelemre, hogy? Figyelek. Szerint szemmel kell látni, hanem színvel, vagy egész testtel, igen. Akkor sem létezik. Tehát, hogy úgy teljesedik be a szerepe, hogy vannak ebben az esetben
Hogy manifestálódik? Hogy manifestálódik? Hogy, hogy, hogy megnyilvánul? A mondani való lényeg az pont, szükségünk van egymásra. És ne gondold azt, hogy csak, ne gondold azt, hogy csak neked van szükséged Istenre. Sőt, erről is már sokat beszéltünk, nem akarok itt leragadni, mert sokak számára van unalmas a téma, mert annyiszor mondtam. Sőt, egy, a novum, a haszid novum az az, hogy, hogy nem neked van szükséged Istenre. Isten igazából neki sokkal jobban szüksége van rád, mint amennyire neked rá. Mi erre a bizonyíték? Mi erre a bizonyíték? Neked is szükséged van Istenre. Pontosan miben egyébként? Miben van szükséged? És? De akartál te a világra jönni? Megkérdezett valaki? Szerintem meg nem. Senki nem akar a világra jönni. Senki nem, az ember, bár korkach atajot szárta, a akaratod ellenére teremtettél, akaratod ellenére születtél, és akaratod ellenére halsz meg. Így van írva. Bár korkach ja szárta, bár korkach, akaratod ellenére, kutya nem kérdezett. Most, nem kérdezett engem senki, hogy a világra akarok jönni. Most szándékosan túlzok, vagy szándékosan esek túlzásokba, hogy, a mondani valót iteráljam. Most, ha az embert nem kérdezték meg, hogy akar-e világra jönni, akkor mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Akkor nem akartam a világra jönni. Akkor kinek vagyok fontos? Ki akarta, hogy világra jöjjek? Jobban, mint én. A szüleim, Isten. Ugye? Ők jobban akarták, mint én, mert én nem akartam egyáltalán. Most az, hogy a gyerek válasz, az, hogy aztán utána úgy deklarálják az égben, hogy ez lehet, én nem vitatom, hogy a gyerek válaszolja a szüleit, mondjuk ez nem egy zsidó mondás szerintem, de lehet, hogy így van. Lehet, hogy a lelket megkérdezik, hogy melyik családba akarsz lepottyani, nem tudom. De az biztos, hogy az embert nem kérdezik meg, mielőtt megszületik, hogy én akarom-e. Tehát valakinek nagyon sokkal fontosabb az, hogy én legyek, mint, ami, mint amilyen nekem, szinte mindenkinek, de főként a két szülőmnek, meg a, meg a jóistennek. Most. Ha Istennek ennyire fontos, hogy én legyek, akkor tulajdonképpen az én szükségletem az kinek a szükséglete? Mi az én szükségletem? Ennem kell, különben meghalok. És akkor, most sarkítok, és akkor mi van, ha meghalok? Akkor csak ugyanaz történik, mint ami eredetileg volt, hogy nem voltam. Ez legrosszabb, ami történik, ugye? Ez történik, hogyha ne, magyarán, és ki miatt vagyok én itt? Isten miatt. Akkor ki akarja jobban, hogy én egyek? Én vagy Isten? Isten. Mert ő miatta vagyok itt, ő akarja, hogy itt legyek. Ő teremtett úgy, hogy nekem ennem kell, különben nem tudok itt lenni. Ez egész tőle jön. Az ő ötlete, az ő kivitelezése, ő tervezte, ő a designer, ő a gyártó. A selejtet is ő veszi vissza. Hozzá kell menni ügyfélszolgálatra, ugye? Minden az övé. Akkor tehát nekem tulajdonképpen Isten igazából szükségletem sincsen. Milyen szükségletem, hogy ennem kell? Nem is én akartam, nem is akarok, nem is akartam én élni. Nem, most már úgy teremtette Isten az embert, hogy ha már az ember van, akkor van benne egy élet ösztön, hogy életben akar maradni. Oké, de ez is Isten teremtett így az embert. Én lehet, hogy nem így teremtettem volna, ha engem kérdeznek. De valamiért ő úgy teremtette az embert, hogy az embernek ennie kell időközönként, meg innia kell időközönként, meg aludnia kell. Meg akar élni, meg van benne életakarás. Magyarán a dolognak a leütés, a dolognak a vége az, hogy Istennek fontosabb az, hogy te legyél, mint neked saját magadnak. A szükségleteid valójában Isten szükséglete. Úgyhogy koncentrálj, sokkal inkább érdemes arra koncentrálni, hogy kinek van rád szüksége, semmint az, hogy neked mire van szüksége. Mert hogy az egész tőle van. Akkor meg már érdemes úgy csinálni, ahogy ő szeretné. Ha már. Mert az egész miatta van. Őt kell hibáztatni, hogy mi vagyunk. Mert neki, és az igazi novum az az persze, hogy az, hogy neked, az, hogy Istennek szüksége van valakire, ez nem veszel az ő tökéletességéből. Ez az igazi novum. Ez az, ami kontraintuitív. Mert az ember azt gondolná, hogy hát Isten tökéletes, tehát nincsenek szükségletei. Nem. Nem. De hogy is nincsenek.
Pont, hogy a tök, az éppen azért, mert tökéletes, a szükségletei is tökéletesek. Tökéletes. Azt gondolod, hogy neked van szükséged valamire? Há? Mi a te szükséged ahhoz képest, ami Isten szüksége? Na, az az igazi szükséglet. Mert tökéletes. Az ő szükséglete is tökéletes. Nem jó egyedül lenni az embernek, azért, mert Istennek se jó egyedül lenni. És Isten az embert saját képmására teremtette, abban a tekintetben, nem abban a tekintetben, hogy úgy néz ki, nyilván, hanem abban a tekintetben, hogy szabad akarattal rendelkezik, abban a tekintetben, hogy nem jó neki egyedül. És Isten látta, amikor megteremtett az embert, hogy hopsz, de miért gondoltam, hogy neki jó lenne egyedül? Miért gondoltam az emberről, hogy neki majd jó lesz egyedül, amikor nekem se jó egyedül, azért teremtettem. Na, akkor gyorsan ezt változtassuk meg, és akarjon az ember társat maga mellé, akarjon az ember ne egyedül lenni. Ez a dinamikája. Most a, ugye, most második alkalommal, hogy vallásjogi törvényekről tanulunk, és a halavétel micvájáról, a halavétel parancsolatairól tanultunk, ez a 35. fejezet a Kitzur Shulchan Aruch című könyvben. Ugye múlt héten egy olyan cliffhangerrel, tudjátok mi ez a cliffhanger? A filmekben, sorozatokban, vagy főleg a sorozatokban úgy hagyják abba az epizódokat általában, hogy van valami izgalom, ami fenntartja az izgalmat, hogy a következő epizódot várjad. Ezt úgy hívják szakmai nyelven, hogy cliffhanger. Cliffhanger az, amikor lógsz a szikláról, sziklamász, sziklalógás, és ez egy, mert hogy ugye alig várod már, hogy lássad a következő epizódot, így kell a sorozatokat megírni. Ezt egy cliffhangerrel hagytuk abba, hogy kell-e a főtt tésztára, a tésztából, főtt tésztából halát venni, csak nagyon röviden összefoglalva, ugye arról beszéltünk, hogy van egy ilyen csodálatos micva, amely ma már csak rabbinikus ugyan, mert az eredeti tórai micva az a szentély fennállásához kötött, az pedig most már 2000 éve nem áll sajnos. Az pedig az, hogyha bizonyos, ha tésztát készítünk, tésztát, sütés céljából tésztát készítünk, akkor abból halát kell venni, egy pici részt lecsippentünk belőle, egy olajbonyónyítva, egy tojásnyi részt lecsippentünk belőle, ezt régen a szentély idejében a kohanitáknak adományként adták, akkor nem ennyi volt, akkor egy kicsit több volt, de adománynak adták, és ma már nem, mivel nincsen szentély és a kohanitáknak nem kell adományt adni, ezért lecsipentjük és elégetjük ezt a részt, és mondunk egy áldást. Asherkid Sáromicó Tábeci Vánul Háfris Hala, áldását örökké Istenünk a világ király, aki megszentett bennünket, parancsolta, és meghagyta nekünk, hogy halát vegyünk. Vagy más verzió szerint lá friss halaminai szá, vagy halát vegyünk a tésztából, ez liturgia válogatja. Most, ugye az múltkor arról beszéltünk, hogy a főtt tésztáról, hogyha főzöd a tészt, még annyi gyorsan, hogy ugye gyakorlati, hogy nem bármennyi tésztát készítesz, abból kell halát venni, hanem venni egy bizonyos minimum mennyiség, amennyiből halát kell venni, tehát hogyha egy zsömlényi tésztát készítesz, például nem tudom, 10 deka lisztet egy kis vízzel összekeversz, abból még nem kell halát venni, a minimális mennyiség az kilogrammban mérve, bár ugye a Shulchan Aruch sem, meg a Talmud sem kilogrammot használ, de a modern rabbik ezeket a régi mértékegységeket átváltották modern mértékegységekké, szóval 1,2 kg fölött már kell halát venni a tésztából, 1,2 kg liszt, nem a tészta összesen, csak a liszt, amennyit használunk, aztán azt még vízhez teszünk hozzá, stb. 1,2 kg liszttel, ha pedig 1,5-1,6 kg fölötti mennyiségű lisztet használunk, akkor már akkor kell áldást is mondani a halavételre. 1,2 és 1,5 kg között kell venni halát áldás nélkül, 1,5-1,6 fölött pedig már áldással kell halát venni. És a főt, ami a főtésztát illeti, ott a Leával beszélgettünk az előbb, és a konkrét menet az a következő. Alapban véve a főtésztából, ha főzésre fogod a tésztát készíteni, tehát spagettit fogsz belőle csinálni, vagy szilvás gombócot, a szilvás gombócban abban van liszt egyáltalán? Valamennyi minimális van, krumpli. Krumpli, de az nem liszt, de liszt is van benne? Liszt is van. Szóval akkor abból, ha főzni fogod, akkor abból nem kell elvileg halát venni, abból nem kell, tehát a spagetti tésztából nem kell, de hogyha utána mégis megsütöd, tegyük föl kifőzöl tésztát, abból csinálsz egy, és akarsz belőle csinálni egy lazányét, mondjuk, és beteszed egy tepsibe,
a főtt tésztát beteszed a tepsőbe, és csinálsz belőle egy sütit, vagy egy, azt meg is sütöd, akkor már kell belőle halát venni. Sokan azon a véleményen vannak, hogyha főzöd a tésztát, akkor is helyes, hogyha veszel bele halát, de nem kell rá áldást mondani, mert vannak olyanok, van egy olyan vélemény is, ami szerint a főtésztára vett lisztből, vagy készített tésztából is kell halát venni, és ezért a legjobb megoldás az az, hogyha az ember főzés céljából készít tésztát, abból is vegyen halát, de nem mondjon rá áldást. Ugye, mert az áldás, erről talán egyszer beszéltünk talán pont ebben a ezen a fórumon, hogy csínyán bánunk az áldásmondással, csínyán bánunk, nehogy véletlenül az ember fölösleges, nehogy véletlenül fölösleges áldást mondjon. Ez. Igen. Micsoda? Emlékül, ugye erről beszéltünk, mert ugye az ókorban, ahol szentély még állt, akkor a kohanitáknak kellett adományt adni a tésztából. Ma már nincsen szentély, a kohanitáknak nem kell adományt adni, de annak érdekében, hogy nem menjen feledésbe ez a szép micva, annak érdekében a rabbik elrendelték a szentély pusztulása után is, hogy folytassuk ezt a parancsolatot, csippentsünk le tésztát, amit aztán égessünk el, vagy dobjunk ki a kukába. Annak érdekében. Nagyon érdekes egyébként, mert Talmud hosszan beszél róla, vannak bizonyos micvák, bizonyos parancsolatok, amelyeket kifejezetten azért csinálunk, hogy emlékezzünk a szentélyre, a szentélyre való emlékezetből, és aztán vannak olyan dolgok, amiket meg kifejezetten azért nem csinálunk, hogy nehogy olybá tűnjön, mint hogyha még mindig lenne szentély. Mondok egy példát. Amikor állt még a jeruzsálemi szukottkor, van ez a négy növényből álló csokor, ugye, ezt mindenki tudja, és ezt minden nap meg a lulávnak nevezzük ezt a négy növényből álló csokort, ami pálmaág, etrog, ez a citrusnövény, mirtusz és fűzfa ág, vesszőből, négy növényből álló csokor, igen, bocsánat. Hogy a menorát, hogy nem csinálunk hétágú menorát, nem igen. Gyújtunk. Igen, 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 igen. Ha pont úgy néz neki, mondjuk, igen, 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 igen. Na, igen. Na mondjuk például a lulav etrog az egy klasszikus példa, mert a szentély idejében, amikor még állt a szentély, akkor lulavot és etrogot 7 napig csak Jeruzsálemben kellett lulavot és etrogot mind a 7 nap, szukott mind a 7 napján megrázni. Jeruzsálemen kívül, tehát még a Szentföldön is, de Jeruzsálemen kívül csak első nap kell. Csak első nap kellett, a tórai micva az csak az első napra vonatkozik. Lekachtem lachem be yom harishon, vegyetek magatoknak az első napon, és örvendezzetek az örökké valahogy 7 napig. És még egyszer van írva, hogy 7 napig, és ez egy általános szabály a tórában, amikor van egy, mindegy, ez egy tóra, alapvető tóra értelmezés, amikor van két általános kijelentés és egy konkrét kijelentés, akkor a konkrét kijelentés az érvényét az általánosra is vonatkozik, nem csak a konkrétra. De történetünk szempontjából legyen elég annyi, hogy az ókorban, a szentély fennállásakor csak Jeruzsálemben kellett 7 napig. Ma mindenki 7 napig lenget, Jeruzsálemen kívül is, és a szentély nélkül is, pont ezért, hogy emlékezzünk arra, hogy volt annak idején a szentélyben. Aztán vannak dolgok, amiket meg direkt nem csinálunk azért, hogy ne tűnjön olybá, mint hogyha a szentély, az egyik hétágú menorát jellemzően nem szoktunk használni. Ugye a hanuki, amit majd egy hónap múlva használunk, az egy 8-ágú gyertyatartó, most egy 9-ágú gyertyatartó. És de például az a szokás, hogy nem szoktunk zenélni, hangszerrel zenélni, istentiszteleten, imádkozáskor, nem csak szombaton nem, eleve nem lehet, de hétköznap sem szoktunk, nem tudom, gitározni vagy zongorázni istentiszteleten. Ma már sokkal megengedőbbek, de a hagyomány az, hogy nem nagyon szoktunk, és azért nem szoktunk, mert a szentélyben volt hangszer a áldozathozata idejében. Tehát vannak dolgok, amiket nem nagyon csinálgatunk azért, hogy ne tűnjön olybá, mint hogyha még mindig úgy csinálnánk, mint hogyha lenne szentély. Oké. Okay. Na, most arra gondoltam, hogy ma pedig, te megmondjátok, hogy miről legyen a mai
minden beszélgetés, minden jó. Minden jó. Na, ide kedves vagy, hát alám dolgozol. Minden. Beszéljünk adományozásról, mondjuk? Ez jó, mondjuk, nem? Adományozás, vagy edények megmerítése, nem annyira izgi, mi? Kézmosás az étkezés előtt, reggeli kézmosás. Ez egy érdekes volt, egyszer erről volt szó. Melyik? Nagyon érdekes, az a reggeli kézmosás. Reggeli kézmosás. Vagy például a tiszta, a nem helység tisztát, nem akarod, nem akarod. Nem, én mit én szeretnél? Én. Adományozás az jó. 112. ódal. Hilchot Cedaká. Jó, hosszú is. Oké. Okay. Na, adományozás. Röviden összefoglalva. Mert hát persze az ördög a részletekben rejlik, hogy szokták mondani. Mitzvat asszel liten cedaká leáni Yisrael, se nemár ki pateach tiftachet yadchalo. Ez egy tevőleges parancsolat a Tórában, hogy az ember segítse meg Izrael szegényeit. Izrael itt ebben az értelemben zsidót jelent. Mi van írva? Úgy van, hiszen úgy van írva, ki poteach tiftachet yadchalo, hogy nyitva nyisd meg kezedet számára. Így van írva a Tórában, és ez egy tevőleges parancsolat a Tórában, tehát, hogy az ember könyörű irgalmat adományozzon a szegényeknek, irgalmazzon a szegényeknek pénz adománnyal. De nem már, és az is írva van, ve chaya chicha imach, az is írva van, hogy és éljen veled a felebarátod, éljen veled a testvéred, a felebarátod, azaz éljen veled, magyarul, ha nincs élet, az élethez megfelelő mennyiségű étele, akkor segíts neki, mert együtt kell élni, nem pedig együtt kell halni. Nem az. Igen. Oké. Okay. Hol a roe ani me vakes, ve heilim eino mi meino, ve lonatán locdaka orvebe lotász, és nem csak, hogy ez egy tevőleges micva adni, tevőleges parancsolat, hanem hogyha elmész valaki mellett, aki kinyújtja a kezét azért, hogy adjál neki adományt, és te keresztül nézel rajta, és nem adsz neki, az egy tiltó parancsolat, akkor egy tiltó parancsolatot is megszegsz. Tehát nem csak, hogy nem teljesít, hogy itt tegyünk egy különbséget. Van a tiltó parancsolat, van a cselekvésre buzdító parancsolat. Ha az ember nem csinálja meg a cselekvésre buzdító parancsolatot, azzal még nem követel bűnt, azzal csak egyszerűen nem csinál meg nem szerez jó pontot, ugye? De nem szerez rossz pontot se. Rossz pontot akkor szerzel, hogyha valami bűnt csinálsz. Jó? Tehát ez egy fontos distinkció. Nyilvánvalóan istenfélő emberekként igyekszünk a tevőleges parancsolatokat is megcsinálni, és minél több jó pontot szerezni, nyilvánvalóan, természetesen, de ugye azt a példát szoktam említeni, amikor ha valaki Jom Kippurkor elmegy a zsinagógába, böjtöl, nem eszik egy falatot, se teljesíti a nem csinál bűnt Jom Kippurkor, böjtöl, és nem iszik, nem eszik, stb. Elmegy a zsinagógába, és leül az utolsó padsorba, és leteszi a fejét reggel, és a böjt végén fölkel, és csinált ő bármi rosszat? Nem csinált semmi rosszat. Böjtölt Jom Kippurkor? Persze. Követett el bűnt? Nem követett el bűnt. De Jom Kippur volt ez a számára? Hát aligha. Aligha volt ez számára Jom Kippur. Na, szóval, hogy akkor az ember, hogyha ha valakinek nem ad, aki kinyújtja felé a kezét, azzal egy tiltó parancsolatot is megszeg, ahogy írva van, se nem már. Lote ámecet levavcha, ve lotik focet jatcha, me achicha haevjon. Ne fordítsd el a szívedet, és ne húzd el a kezedet a rászoruló testvéred elől. Így van írva. Hát szdákahi szimán le zérasel Avraham Avinu. Az egyik, a Talmudban van egy érdekes kijelentés, a zsidóság bizonyítására, ez nagyon érdekes, ilyen kicsit misztikus kijelentés, hogy honnan lehet tudni, hogy ki zsidó és ki nem, amellett, hogy születési anyakönyvi kivonatok és egyebek tudják bizonyítani, de van egy viselkedésbeli ráutaló magatartás, az pedig az egyik, az ezek közül az, hogy irgalmas. Hogy? Három jel van. Irgalmasnak irgalmas, szégyenlős. Igen. És hogy is, semmit eszembe, vagánykodni akartam, nem jut eszembe, de az egyik az az, hogy a cdaka is szimand le zeres le Avraham Avinu. Ha valaki cedákát ad, adományt ad, az
az jele annak, hogy Ábrahámtól származik. Ez jelenthet nem csak genetikai, hanem egyáltalán szellemi vagy spirituális örökséget is. Ahogy írva van, se Neymar, ki odátív le Manasher Jecave et Banav, hogy tudják azt, amit megparancsoltam a fiaidnak. Ez egy idézet a Torában, nem tudom, hogy Lászlóc Daka, hogy tegyen igazságot. Ugye egy érdekes ilyen etimológiai dolog, hogy héberül az adományt úgy hívják, hogy cedaká. Ez abból a szóból származik, hogy cedek. A cedek igazságot jelent. Ugye amikor ebben mély értelem van, ennek megfelelően az adomány magyar fordítás az nem fedi teljesen az eredeti héber szót. Az adomány az abból a szóból származik, hogy cedek. Cedek azt jelenti, hogy igaz, ugye a Tóra úgy írja, cedek, cedek, tirdov, az igazat üldözd, vagy az igazat keresd. Cedaká az igazat jelent. Azaz, amikor az ember cedakát ad, adományt ad, akkor tulajdonképpen igazságot tesz, helyreállítja, vagy segít helyreállítani azt a kiegyenlítetlen állapotot, ami van a világban, azt jelesül, hogy nekem van pénzem, neked meg nincs, vagy neked van, meg nekem nincs, legyen inkább ez a példa, azt gondolom kényelmesebb, hogy neked van pénzed, nekem meg nincs, számodra biztos, szóval, hogy neked van pénzed, nekem meg nincs, akkor ezt a kiegyenlítetlen, ha úgy tetszik, imbalansz állapotot, ezt valamilyen módon kiegyenlítjük. Ugye azt, hogy a teremtő a vagyont miért nem egységesen, vagy egyenlően osztotta el, ez egy örökké megválaszolatlanul maradó kérdés lesz. Az adakozónak adjon egy lehetőséget, hogy adjon. Az adakozónak adjon egy lehetőséget, hogy adjon. A kérőnek, a rászoruló pedig adhasson egy lehetőséget az adakozónak, hogy adjon. Ugye itt így kell tekinteni a rászorulóra, nem úgy, hogy te teszel neki szívességet, hogy adsz, hanem úgy, hogy ő tesz neked szívességet azzal, hogy kihozza belőled a jót. Hogy lehetőséged ad számodra, hogy úgy viselkedjél, ahogy emberként viselkedned kell. Így kell tekinteni a dologra. De még ne szorhanjunk ennyire előre. V'ein kisze Yisrael mit konen v'dat emet omedet elabetszlaka. Izrael trónja nem honosodik meg, és az igaz hit nem tud állni akkor, hogyha nincsen adomány, ha nincsen cedaká, nincsen adomány. És nem már, hogy írva van, hogy írva van, adománnyal, vagy igazsággal, adománnyal szilárdítom meg. Ezek idézetek, amiket hoz annak bizonyítására, hogy ez egy bibliai parancsolat, adományt adni. Gadol ha oszed cedaká joter mi kol korbanot. Nagyobb az érdeme annak, aki adományt ad, mint annak, aki az összes, aki bármilyen áldozatot hozott annak idején a jeruzsálemi szentélybe. Ami egy érdekes gondolat, mert se nem már erre is van egy írásvers bizonyíték. Ugye ez tipikus talmudi vagy rabbinikus okfejtés, amikor tesz egy kijelentést, és egy írásverset, egy bibliai idézetet hoz, ami tulajdonképpen nem más, a bibliai versnek az értelmezése az a kijelentés, amit mond. Mi a bibliai vers? Nem már, hogy írva van, Aszec dako mispat nifhar la Hashem mizbeach. Aki adományt ad és igazságot tesz, az olyan, mint aki oltárt állít az örökkévalónak. Ez az írásvers, ez nem tudom, hogy hol van, ez nem írja, hogy hol van a Bibliában, ez hol van ez a mondat. Aki adományt ad és igazságot tesz, az olyan, mintha áldozatot állítan az örökkévalón. És ebből tanulják, hogy kell értelmezni ezt a verset, ezt úgy kell értelmezni, hogy nagy fontosabb az adományadás és az igazságállítás, mint sem az áldozathozatal. Mert ezzel már egy olyan, mintha magát az oltárt is te építenéd meg. Tehát az sokkal magasztosabb, mint egyszerűen az több, mint hogyha csak áldozatot hoznál. Szóval ez tipikusan egy ilyen tipikus rabbinikus okfejtés, így szokott működni a Talmud, hogy tesz egy meghökkentő kijelentést, és megmutatja, hogy ezt milyen írásversből, milyen bibliai versből tanulja ki, milyen bibliai verset használ, nem a mondani valója alátámasztására, fordítva. Fordítva, igen, egyébként így tűnik, de nem igazolásnak használja, hanem az, amit a meghökkentő kijelentés, az az
az a rabbik értelmezése arra az adott versre vonatkozólag. Hogy értelmezi ezt a rab? Hogy kell értelmezni ezt a verset? Hogy ha adományt adsz és igazságot teszel, az olyan, mint aki áldozat, mint aki oltárt épít az örökkévalónak, ezt úgy kell érteni, hogy fontosabb az adományadás, mint az oltárépítés. Ebből az írásversből vezeti le, csak itt a tyúk tojás, csak itt furcsa, mert ugye előbb teszi a kijelentést, aztán köti hozzá a verset, de valójában van egy vers, azt hogy kell értelmezni? Így. Ein Israelni Galin Elebetz Daka, Izrael nem lesz megváltva csak az adományozás által, magyarul az adományozás megváltáshoz vezet, se nem már, ahogy írva van, Cionbe mispat tivde, Ciont megváltom igazsággal, vagy bíráskodással, vesavéja bitzdaka, és a száműzöttjeit adománnyal. Magyarul, hogy kell érteni ezt az írásverset, hogy Ciont megváltom igazsággal, és a száműzöttjeit adománnyal, úgy, hogy adománnyal lesz megváltva a zsidó nép ebből a száműzetésből. Mi a száműzetésért, ami egy érdekes gondolat megint. Hogyan tudod siettetni a megváltást? Hogyan tudod te magad tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy minél hamarabb eljön a megváltás? Adományozással. Hogyan tudod, nem nincsen szentély, nem tudunk áldozatot hozni. Hogyan tudunk mégis részesülni ebből a, mintha áldozatot hoznánk, hogy ennek nincs lehetőségünk Jeruzsálemben áldozatot, mert olyan korban élünk, amikor nincs jeruzsálemi szentély. Hogyan tudunk úgy csinálni, mintha lenne? Adományozzál, az még fontosabb. Kellene úgy mondja, hogy áldozatot hozok azáltal, hogy lemondom a Igen. Itt az áldozat is egyébként egy ilyen szó, ami a héberben teljesen más, mint a magyarban. Mert ugye héberben az áldozat, az korbán. Korbán az abból a szóból jön, hogy karov. Karov az azt jelenti, hogy közelség. Kirva. Kirva az közelséget jelent. Karov az közel. Kirva az közelség. Az áldozat, amit hoztuk a szentélyben, a sacrifice angolul, az tulajdonképpen egy közelség, azaz ezáltal kerülsz közelebb Istenhez. Ugye? Ezáltal kerülsz közelebb Istenhez. Ez egy az áldozat, az nem egy, az egy kommunikációs eszköz. Az egy kommunikációs trükk. Az egy így van, hanem egy kapcsolati minőséget javít. Hogy? A micva is ugyanezt a szót jelenti, a micva abból a héber szóval származik, hogy civúj az parancsolatot jelent. Tehát egyrésztről parancsolat, másrésztről abból az arameusból szóból származik, ami a cava, az pedig kapcsolat. Így van. De a korbán is ebből a szóból származik, az áldozat korbán, az abból a szóból származik, hogy kirva. Kirvat Elokim, Isten is közelség. Úgyhogy az áldozat ilyen szempontból, az áldozat egyébként maga egy nagyon érdekes gondolat, most ebben lehet, hogy nem érdemes belemenni, de maga az áldozat az egy nagyon érdekes és nagyon emberi, talán az áldozat az a dolog, ami az embert igazán megkülönbözteti az állattól. Talán azt lehet mondani, és talán ezért fontos az Ábrahám Izsákféle feláldozás ennyire központi helyet, hogy az Akéida történet ennyire központi helyet foglal el a Bibliában, és ennyire egy kataklizmikus esemény. Az első igazi, ugye mindenki, amikor olvasod, még most is libabőrös vagy, akárhányszor olvastad a történetet, mert, és tudod, mi lesz a vége, de akkor is egy drámai történet, mert az áldozat hozatal, ennek semmi köze nincs az adományhoz, csak elkalandozom, az áldozat hozatal, ez tulajdonképpen az, ami az embert a leginkább megkülönbözteti az állattól. Sok más dolog is persze, a beszédképessége és egyebek, de az egyik az áldozathozatal. Mit jelent az, hogy áldozathozatal? És itt most nem a korbánról beszélek, hanem a magyar áldozathozatalról. Arról beszélek, hogy az ember képes arra, hogy felfogja azt, hogy ma csinálok valamit, aminek a gyümölcsét nem ma eszem meg, hanem majd holnap. Ma elmegyek dolgozni azért, hogy majd nyugdíjas koromban, meg majd a gyerekem majd legyen mit egyen, meg nyugdíjas koromban legyen nyugdíjam, meg azért, hogy majd legyen egyszer egy autóm, vagy egy házam, vagy egy cipőm, vagy egy kabátom.
az állat nem képes erre. Ugye azt a példát szoktam mondani, hogy az oroszlán, ha meglát egy zebrát, az megeszi. Ugye? Akkor jól telítömi a gyomrát. Hogy? Addig a megint a mesél. Igen. Nem a majmúgy lesz szerint, aki szerint nem fognak akkor se egymás mellett ülni, az csak egy allegorikus kép. Ha már itt tartunk, de igen. De igen. De az oroszlán, ha megeszi az antilopot, teletömi a bendőjét, és akkor ott pilleg az árnyékban 3 napon keresztül, amíg emészt, és amikor tele van a hasa, akkor elmehet előtte 50 antilop, akkor se fogja érdekelni. Az előbb órákig, percekig üldözött egyet. Most elmehet előtte egy egész antilop csorda, akkor se fogja üldözni, mert nem érdekli. Mert tele van a hasa, nem érdekli. Az ember nem ilyen. Az ember olyan, hogy antilop, nagyon jó, bim. Ugye? Levadászok, beteszem a frigóba, méhűtőbe, elteszem holnapra, mert ki tudja, hogy jön-e még antilop holnap, ugye? Most az antilop az talán jó példa, mert szerintem ez egyébként egy kóser állat, de nem vagyok benne biztos. Ugye? Tehát az emberben van egy ilyen képesség, hogy befektet, hogy lemondok a rövid távú haszonról a hosszú távú siker érdekében. Ez az áldozathozat a lényege. Lemondok a rövid távú haszonról a hosszú távú siker érdekében. Ma nem eszek krémest azért, hogy holnap soványabb legyek. Pedig most van krémes. És amikor annak idején, amikor jesivába jártam Amerikába, akkor, és sajnos ez a szüleim is felhívták, meg később a feleségem is felhívta a figyelmet, hogy én miért vagyok ilyen, ha kaját látok, akkor én nem bírok magammal. Most már sokkal jobb, de nem bírok magammal is. Arra kellett rájöjjek, hogy a kollégista éveim, ugye 10 évet, amit jesivába voltam, abból 8 évet kollégiumban laktam, és nem volt ínséges egyáltalán, nagyon-nagyon bőven volt étel, és szerdánként volt pancake, az ilyen palacsintaszerű sztori reggelire. Imádtam a pancake-et, és szerdán volt pancake. És mindenki kapott, nem tudom, 2-3 pancake-et, és a konyhás bácsi, Pinchas bácsi, egy orosz fószer volt, aki osztogatta a kaját, a szakács, tehát nem a szakács, aki osztogatta, és ő osztogatta a Pinchas, és ugye mindenkinek adott 2, akkor voltak az ilyen chucpe gyerekek, mint én, és akkor na itt van még egy tányér, tudod, így akkor. És amikor maradt a végén, akkor még lehetett venni, de most tegyél pancake-et, mert most van, ugye? És aztán jövő szerdán lesz legközelebb. És ez úgy bennem maradt, hogy most kell enni, mert most van, akkor kell enni, amikor van. Aztán majd, hogy mi lesz, holnap lesz, az ki tudja, most van étel, akkor most kell enni. És a feleségem szerint ezért van az, hogy habzsolok, és gyorsan eszem, és mintha nem lenne holnap. Szerintem egyébként van benne igazság, hogy ez a kollégiumi évek ilyen lehet mire fogni, de a kollégiumi éveknek a számlájára írom én ezt, hogy... Van az ontológiai hiány is, ami ma évezredekig, vagy millió évig az embereknek nem volt mit enni. Ezek is ugye ez a nagyon mélyről jövő... Nagyon mélyenben benne van az emberben. Tehát mondjuk lehet látni romáknál például nagyon megfigyelhető, nem diszkriminatív, nyilván. Hanem olyan ontológiai hiányok voltak évezredekig, hogy nézzük a roma gyerekeket, a legtöbb olyan kövér. El van, igen, elhízott. Újabban. Egyébként az Egyesült Államokban is ezt lehet látni, és én sem természetesen nem rasszistaként mondom, de az afroamerikaiaknál lehet látni például, hogy nagyon sok az elhízott, valószínűleg azért, mert mélyen gyökerező genetikai az, hogy évszázadokig, évezredekig nem volt igazából étel. És tulajdonképpen azért lássuk be az utóbbi 50-60 évnek utóbbi 150 év, és akkor azon belül is inkább az utóbbi 50 év, amikor bőség van, amikor... Hogy anime vater? Le vater? Úgyhogy a lemondás az le vater, moichel, vagy mechila, vagy... Oké. Okay. Jó. De visszatérve az áldozathozatali képesség,
az egy, ez, ebben a tekintetben, hogy befektetek a jövőbe kvázi, ezt az állat nem képes erre. Állat nem képes erre. Pontosan lehet, hogy van olyan állat, ami képes erre, mert mondjuk a mókus elpakolt térre. A mókus elpakolt térre, igen. De ő nem mond semmiről. De ő nem mond igazából semmiről. Ott van, tervez. De a tervez. Így van. De az, hogy most lemondok egy rövid távú sikerről a hosszú távú haszonért. Tehát most hiszkáfia. Az, hogy most nem ülök a kanapén, most éppen semmi dolgom, és nem ülök a kanapén, hanem elmegyek dolgozni és pénzt keresek, akkor is, hogyha most reggeliztem, és nincs szükségem pénzre, hát most tettem tele magam, ugye? De majd holnap, ki tudja, mit fogok enni, úgyhogy már elmegyek dolgozni, mert holnap is kell a pénz majd. Oké. Igen. Leolam én adam, me ani minhatsdaka, ve én davar rá, ve ló hozákba, bisvilhatsdaka, se nem árva, hajamászéhatsdaka, salom. Nincs olyan ember, aki túl alacsony lenne az adományhoz, és nincs olyan ember, aki túl magas lenne ahhoz, vagy túl elő kellene lenne ahhoz, hogy adományozzék. És erre is van egy írásvers, amely úgy szól, hogy az adományozás cselekedete az békét, az béke, békét szül. Itt nyilván az a gondolat játszik, az a gondolatiság lényege, hogy a béke, ugye az is egy héber szó, shalom, ezt talán mindenki ismeri, ezt a héber szót, hogy shalom, ez pedig ugyanaz a szó héberül, mint egyébként Istennek az egyik neve, shalom, béke, és a béke, a békében a teljesség szó felismerhető, shalom, héberül béke, shalem az teljességet, vagy tökéletességet jelent. Tehát kiegyenlítettséget, egy idilli állapotot, egy teljessége. Ez a béke lényege, ugye, ami a béke, ha már itt tartunk, erről is beszéljük, erről a koncepcióról tényleg csak egy szót, a béke pedig egy olyan egyik azon kevés dolgoknak, ami nem lehet önző teljes, nem lehet teljes mértékben önző. Például ugye az, hogy amikor azért imádkozol, hogy egészséges legyél, vagy azért, hogy gazdag legyél, vagy azért, hogy ez vagy az, az lehet önző, lehet önös, vagy öncélú, vagy önző. Azt mondom, én szeretnék gazdag lenni, és nem feltétlenül baj, hogyha te nem vagy gazdag. Ugye? Vagy én egészséges szeretnék lenni, de az a kevésbé izgalmas, hogy te is az legyél. Békét nem tudok csak magamnak kívánni. Az nem lehet teljesen önző. Tudok magamnak úgy kívánni vagyont, hogy neked nem kívánok vagyont. Tudok magamnak kívánni úgy egészséget, hogy neked nem kívánok egészséget. De nem tudok úgy kívánni magamnak igazi békét, hogy velem együtt ne rángassalak magammal a békébe, mert hogyha te háborúzol velem, akkor én nem vagyok békében. Tehát te kell lesz ahhoz, hogy én békében legyek. Mégpedig úgy, hogy nem háborúzol velem. A béke nem tud önző lenni olyan tekintetben, mint a vagyon, az egészség, vagy bármi más dolog az életben tulajdonképpen. Igen, kolham rachem merachmim alav. Mindenki, aki irgalmas valakivel, azon irgalmasak lesznek. Ugye, mármint az égből, vagy akár az emberektől is. Ugye, a what goes around comes around, ahogy szokták mondani, a karma, ugye? Tegyél jót, és jó lesz veled téve, se nem már, ahogy mondva van, ve natan lecha rachamim, ve rechamecha, ve hirbecha. És adok neked irgalmat, és irgalmazok rajtad, és megszaporítalak. Ugye itt is tetten érhető az a gondolat az adományozásban, ami az egyik szintén egy novum, egy igazi novum, ilyen nagyon eredeti zsidó gondolat, az pedig az, hogy az adomány, hogy az adományozás egy kontraintuitív koncepció, ugyanis az ember azt gondolná, az volna logikus, hogyha én adományozok, abból nekem kevesebb pénzem lesz. Ugye van 1000 forintom, abból odadok 100-at egy szegény embernek, akkor marad 900 forintom. Ez a matek, ugye? Ezt bármelyik Excel így fogja nagyjából kihozni, bármelyik könyvelő ezt a könyvvizsgáló csak így írja alá az éves jelentést, hogyha ez így van. A zsidóság ezzel szemben azt állítja, hogyha neked van 1000 forintod, és abból odad 100-at,
akkor többet fogsz visszakapni, mint 100. Akkor hirt, akkor már nem sokára nem 900 forintod lesz, hanem 1100, 1200, 1300, ki tudja mennyi. Több pénz, minél többet adományozol, Isten annál azt visszafizeti neked kamatostul. Vagy többszörösen fizeti vissza azt, amit adományozol. Egy ugyanilyen gondolat érhető tette, ez nyilván hit kérdése, ez nem is kérdés, ebben hinni kell. Ugyanez a gondolat érhető tetten a szombati munkavégzéssel kapcsolatban, ugye amikor azt mondja a Talmud, hogy Isten megesküdött arra, hogyha te lemondasz a szombati bevételedről, mondjuk van egy üzleted, amit nem nyitsz ki sabátkor, akkor nem, hogy ugye az intuitív gondolat az az volna, hogy van egy butikom a plázában, 6 napot nyitva van, és pont szombaton nincs nyitva, akkor 1/7 a bevételemnek legalább elveszítem, de lehet, hogy még többet, mert szombaton amúgy meg még több vásárlom is volna. Ehhez képest azt mondja, hogy volt egy kolléganőm, aki azt mondta, nagyon szeretem ezt idézni, ehhez való képest, rossz szokás, de nagyon tetszik, ehhez képest azt mondja, Isten megesküdött, hogy bízd rám azt a szombati bevételt, majd én kárpótollak miatta, ráadásul nem, hogy kárpótollak, hanem többszörösen kárpótollak. És ebbe hinni... És tegyél próbára, így van. És ez az egyébként a... És nagyon jó, hogy mondod, mert ez az egyik az a dolog, amiben az ember általában tilos, hogy próbára tegye Istent. Nem szoktuk próbára tenni Istent. Tehát nem mondjuk azt, hogy hogyha ezt és ezt csinálod, akkor majd én is ezt csinálom. Ezt nem helyes próbára tenni Istent, kivéve adományozás dolgában szabad próbára tenni Istent, és azt mondani, hogy na, akkor én most tudod mit, akkor én most adományozok, és aztán nézd meg, és aztán gyere, mutasd meg, hogy mit tudsz. Ugye, már mit Istennek, hogy most akkor rajtad a sor. Oké. Az ember minden percben könyörögjék a megélhetéséért a Teremtőhöz, és csak úgy, mint ahogy kéred, hogy Isten hallgassa meg az imádat és a könyörgésedet, így hallja meg az örökkévaló a szegények imáját. Isten meghallgatja a szegények könyörgését, a szegények imáját. Gam yiten adamet libo, ki hú gage ve hojzer be olam, ve szov se javo hú obno obnében ole kabelclaka. És az ember gondoljon arra is, hogy Isten nem marad adósa senkinek, most parafrezálom, ami ide van írva, Isten nem marad adósa senkinek, és hogyha te nem nyitod ki, ha te nem vagy könyörületes azok iránt, akiknek szüksége van az adományra, akkor előbb-utóbb te magad fogsz majd adományra szorulni, de ha nem te, akkor majd a fiad, Isten ments, és ha nem a fiad, akkor majd az unokád. Isten előbb-utóbb benyújtja a számla, a cehet a valakinek. Ez is egy érdekes és bátor koncepció, hogy Isten nem fogadósabb, és Isten előbb-utóbb benyújtja majd a cehet, és hogyha te nem vagy irgalmas, akkor magyarul gondolj a gyerekeidre is, gondolj az unokáidra is, és ne azt mondd, hogy ó, én most nem adok adományt, hiszen az unokáim miatt én félreteszek minden forintot, nem, adjál adományt, éppen az unokáid miatt, Dafka, az unokáid miatt adjál adományt. Adjál azért, hogy az unokáid ne szegényedjenek el, azért, hogy ne rajtuk legyen elverve az a por, amit te okoztál. Befejezem még ezt a részt. Ne gondolja az ember azt, hogy hogyan is hathatnék pénzt a szegényeknek. Kieslo le dár, se én ha mamon selo, elopi kadon lászodbo, racon tafkido, ze helko mi kolámaló be olámaze. Az embernek ne gondoljon arra, hogy én mit képzel ez a szegény ember, hogy ön tőlem kér, hogy jön ő ahhoz, menjen el dolgozni, vagy mit tudom én. Oké. De azt tudjad, hogy a pénz, ami a tied, az nem a tied. A pénz, ami nálad van, az nem a tied. Ez mind Istentől származik, ez mind Istentől jön.
ő az, aki adja neked, és ő az, aki elveszi, vagy ő az, aki nem adja neked. Hozzá kell fordulni igazából, nem pedig, ez nem a te érdemed, nem a te kezed munkája, mert a te kezed munkája ez nagyon fontos ugyan, de közel sem elégséges, Isten segítsége nélkül. Tehát megőrzés, azt a szót használja, a picadon, az azt jelenti megőrzésre, letétve van nálad ez a pénz. Ez a pénz letétve van. Ha több pénzed van, mint amennyire szükséged van, az azt mutatja, hogy Isten úgy gondolta, hogy nálad jó helyen van ez a pénz. Mi az, hogy jó helyen van a pénz? Az, hogy te ezzel képes vagy igazságot tenni, megint balantva hozni ezt az egyenlőtlenséget. Így tehát ez a letétben lévő pénz, amivel te felelősen el kell számoljál Isten felé, amit a többletpénz, amit kaptál, ezen a világon kedektíva, hogy írva van, előtted jár az adományod, az igazságod előtted jár, az adományod előtted jár. Ugye mit jelent ez az írásvers, a profétai szakasz, mit jelent ez, hogy az igazságod, az adományod előtted jár, az embert megelőzi a híre. Az embert megelőzi a híre, és ebben a kontextusban, amit az előbb mondtunk, ebben pedig azt jelenti, hogy az előtted lévő generációk, az előtted lévő, a te felmenőid híre az előtted járt. Hogyha egy kabzsi fukar volt a nagyapád, akkor ki az a Mojse, az kicsoda az a Mojse? Tudjátok, a fukar Smuelnak az unokája. Az. Maradjunk abban, hogy Ábrahám unokája. Ve a cdaka dohek zérot ráotum a szefet haim, és a cdaka az dohek zérot ráot, az a rossz végzést, az égben esetleg, ne adj Isten, ránk mért rossz ítéletet, rossz végzést megsemmisíti, képes megsemmisíteni a rossz végzést, humos szefet, háim és életet ad, meghosszabbítja az ember napjait. Ugye az általános koncepció, amit mondunk is a nagy ünnepekkor, Rosh Hashanahkor, Yom Kippurkor, tshuva utfila tzedaka, ma virinet roah gezeira, a imádkozás, a megtérés, a bűnbánat, az imádkozás és az adományozás képes megsemmisíteni, eltörölni az esetleges negatív ítéletet fenn az égben. És innen fogjuk folytatni, akkor erről még azért van mit beszélni, mert ez még csak a felvezető. Szép. Ez nagyon szép, izgalmas volt. Köszönöm. Izgalmas volt, tényleg izgalmas volt. Leállt meg mindig. Sokára találkozunk.